Sziasztok! Ebben a mai videóban egyszerű főzős része, spáros, csípős debreceni. Ezt fogom most megcsinálni. Hát, ami kell hozzá, kell egy fazék, ebben majd mindjárt töltök vizet. Hogy gyorsítsunk a folyamaton, meleg vizet töltök bele, és majd így fogom felrakni a gázra. Hát így hamarabb fel fog forrni, igazából ennyi a lényeg csak. Hát ugyan vésít hagyományosan szilveszterkor kell lenni, egyébként majd szerintem fogok is venni szilveszterre. Most, de hát most egy kis előszilveszterezés mondhatni. Csomagolásból ki. Begyújtjuk a gázt. Rátesszük a lábast. Nem valós időbe fog készülni, tehát azért azt ne stopperre akarjátok majd, hogy meddig volt benne, mert valószínűleg lesz benne vágás, de ennyi az egész jó. Aztán még előtte kezet is mostam, csak azt nem vettem fel kamerával, de nyilván nem koszos kézzel dobálgatom így bele. És akkor ennyi. Most várni kell, ameddig fel nem forr a víz. Én egyébként híresen jó főzőt, hogy tudományomnak az is a része, hogy egy ilyen tűzoltó készülék van a tűzfej mellett, de hát viszont alapszabály ilyenkor, hogyha bármi van a gázon vagy a sütőben, akkor a konyhát nem hagyjuk el. Bemutatok nektek egy másik asztos találmányt, ezt egyébként Karácsonynak adtam ajándékba egyszer. Egy ilyen felhúzható sütőóra. Hogyha lenne, hát mégis ott hagynám a konyhát, akkor ez így ketyeg, és elér nulláig, akkor jó hangosan csörök, hogy biztosan ne felejtsem el leszedni a tűzhelyre, hogyha valamit rajta hagytam. Ja, egyébként tízesítés, azt lehet használni, hát a ketchup, tehát ez ilyen chilis ketchup. De hát amúgy mustárra, és én ketchupval szeretem inkább, de van, aki mustárra szereti, vagy majonézzel. Meg szoktam még én rátenni marha erőset is. Ja, már kezd alakulni. Tehát én azt kell megvárni, hogy a víz buzdít, hogyha már bogybadékol a víz, akkor kb. Egy percet rá lehet számolni, és el lehet alatta zárni. Igazából azt azért debreceni kolbászt, azt nem is főzni kell, csak megmelegíteni. Úgyhogy na, most kezdett el felnyomodni, úgyhogy innen körülbelül egy percet visszaszámolunk, aztán utána elzárom. Na most már Isten igazából adja neki, és nagyjából le is telt az egy perc, úgyhogy akkor mindjárt el is fogom zárni. Mert hát igen, hogyha túl sokáig ott hagyom, akkor meg elkezd kidurranni. Az se jó. Úgyhogy akkor szerintem akkor most akár is zárhatjuk. Itt a gázt is elzárom, és akkor ki kell őket horgászni. Most éppen csak ezt a műgyakonalat találtam meg. Egyébként egy ilyen meleg szemvés kiszedő szerszám, ez jobb lenne, csak az meg most mosogatógépbe válja, hogy megtisztuljon. Hát nyilván, ameddig nem telik meg, addig nem indítom rá. És hát akkor itt van még egy kis csípős paprika is mellé. Hát legalábbis remélem, hogy erős, mert ez most nem házi, hanem bolti. De általában a sötétebb szokott az erősebb lenni, úgyhogy reméljük ez is. Ketchup. És hát akkor kóstolás. De jó, finom lett. Úgyhogy akkor ennyi lett volna ez a videó, úgyhogy találkozunk majd a következőben. Még főzős videó azért olyan nem lesz, pláne Karácsony után, mert akkor igen, nem kell, mert bőven lesz kaja jó pár napig, és akkor addig meg ugye ameddig van kéznél, viszont szilveszterkor lehet, hogy lesz majd főzős videó, bár akkor vízsét fogok csinálni. És akkor az ennyi lett volna. Sziasztok!